Magyar Rádiózás napja van. 1925. december 1-én ezen a napon indult el a folyamatos magyar rádiósugárzás. Ezt ünnepeljük ma. Halló, halló, itt rádió, halló, itt Budapest, a legfrissebb szenzáció, mindenki fogja ezt. Tudd dalolni télen, nyáron át, hogy csak szeretni jó, hát kapcsold rá az antennát, halló, itt rádió. Halló, itt rádió, Szénási Sándorral, nem tudom, hogy fogunk-e duettet énekelni ilyen szépen. Szervusz, jó reggelt! Szervusz, jó reggelt, ki van zárva? Ki van zárva. Most gyorsan lapozgatok. Farkas Zoltán barátunk és kollégánk könyve van a kezemben, ami többek között a Magyar Rádió nagy éveiről is ír, és felolvasnék belőle egy mondatot, egy félmondatot. Szénási Sándor, a gondolatjel szerkesztő műsorvezetője, aki ma is bármelyik pályatársát leiskolázza a Klubrádió szűk stúdiójában. Jézusom, ezt nem kell komolyan venni. Ez csak egy elfogult mondat az Zolitól, hiszen ugye mi rengeteg évet töltöttünk el a Magyar Rádióban is. Hát nagyon, nagyon szoros baráti kapcsolatok alakultak ki ott egy életre szólóan, és hát hogy mondjam, szeretjük egymást, és elfogultak vagyunk. De lehet, sőt, biztos benne, hogy a hallgatók egy jó része is így van vele. Tehát a Gyurival, éppen erről beszéltünk Bolgár Gyurival az előbb, hogy hát azért a Klubrádiót azt tette ismerté, az írta föl először az újságírás, vagy hogy kellett mondani a rádiózás palettájára, hogy voltak benne ismert nevek, akiket hát a jó részt a Magyar Rádióból ismerhettek a hallgatók, szerettek, ott már ők nem működhettek, és itt megtalálhatják őket, titeket, minket. Hát igen, sokféle okból a Magyar Rádió egy nagy keltető volt, és főleg a 90-es évek elején rengeteg fiatal ember áraszt ki onnan, és töltötte föl az akkor induló magárádiókat, meg televíziókat. Ez annak volt köszönhető, hogy a Kádár korszakban ez volt a legszabadabb média terület, a legliberálisabb, és mivel három adó volt, rengeteg műsorra, tulajdonképpen mindenkinek jutott lehetőség. Ez nem a Magyar Televízió volt, ahol amikor elkezdtem ott külsőzni, ugye azt mondták a rádióban, hogy a rádió a feleségünk, a televízió a szeretőnk, tehát hogy a tévében nem kell olyan komolyan venni magunkat. Ott láttad, hogy ették egymást az emberek azért, hogy műsort szerezzenek maguknak, és hogy fúrták a másikat. Ez a rádióban nem volt, mert nem volt rá szükség. Nagyon sokan is voltunk, és hihetetlen életformát adott. Nem tudom, hogy a Gyuri beszélte erről, de tulajdonképpen mi ott éltünk akkor is, hogyha nem kellett bemenni. Nem volt műsorod, nem volt dolgod, akkor is bementél, mert ott várt rád a második családot, hadd mondjam így. Tehát azok a kollégák, akikkel ott együtt dolgoztál. Ez nekem a Györfi Miklóst jelentette, a Negyurit, a Rangos Katit, a Szentét, és így tovább. Hát igen, most jut eszembe, a Rangos Kati is dolgozott a Klubrádiónak, a Szent Laci ma is dolgozik, és a Györfi Mik is dolgozott, amíg meg nem halt. Én nem gondolom azt, hogy régen minden jobb lett volna, különösen, ha mamutot kérdezel erről, egy mamutot megkérdezel erről, azért kiderül, hogy ez egy árnyaltabb dolog, de én pár éve megkérdeztem egy fiatalabb kollégámat, mondtam, hogy ne értse félre, mert nem akarok velük bulizni járni, de ők, mikor vége, elmenek együtt kocsmázni, vannak ilyen nagy, közös, nem is tudom mik, ahol folytatódik a szerkesztőség élet, és hát elég bizonytalan választ adott. A kocsmázás van, csak talán kevésbé, a legtöbb helyen kevésbé ilyen tartanak így össze ezek a társaságok, mert valószínűleg már annyi minden kihívás van, nem? Hát igen, nem tartanak már össze. Még nagyon régóta nem találkoztuk egy időben, összejöttünk, és most valahogy nem. Tehát nem tudom, hogy ennek mi az oka. Igazából sokan visszavonultak már, kezdetlenek is. Nem tudom, de ez mindegy, érted? Tehát, hogy mondjam, csak van egy ilyen csúnya kifejezés a másikra, hogy már megvolt. Tehát mi megvoltunk egymásnak, és elég egy telefon, mondjuk a Zolinak, vagy a Rangos Katinak, és akkor
ugyanúgy föl lehet venni a szállat, ahol mit tudom én, 5 vagy 10 évvel ezelőtt elejtettük. Ezek ilyen dolgok, hogy nincs feltétlen szükségünk arra, hogy lássuk egymást, hogy beszéljünk naponta. Hát igen, csak hogyha nincsenek azok a közös élmények az új generációknak, akkor náluk nehezebben alakulnak ki ezek a kapcsolatok, még akkor is, hogyha a kettőt nyomsz a telefonodon, és bárhol, bármikor, bárkivel kapcsolatba tudsz lépni könnyedén. És most nem is a vírus helyzetről beszélek, amikor persze nyilván minden nehezebb. Hát igen, nézd, a klubrádió nekem azért volt furcsa az elején, amikor oda kerültem, Jézusom, már 10 évvel, Jézus. Szóval, amikor befejeztem egy műsort, akkor még ott, ahogy a régi Magyar Rádióban megszoktam, leültem még egy kávére, és gondoltam, valakivel beszélgetek, és akkor valaki odaszólt, hogy de hát végeztél, miért nem mész haza? És akkor rájöttem, hogy ez egy másik dolog. Ugye ez egy kisebb rádió, kisebb hely, nem, nincs föltétlenül lehetőség arra, hogy itt társaságok üljenek le egymással, és beszélgessenek, meg nem is szoktak. Azért nekem nem akarlak megmenteni, hogy te kimaradtál belőle, és kétségkívül nem mai az élményem, de azért én emlékszem ilyen szorosabb klubrádiós együttlevésekre. Is, mostanában már kevésbé, de azért itt is voltak. Hát más volt a dolog, mert Gyuri is mondta, és biztos más dolga is volt, de mondta, hogy a Beszéljük Megből havonta egy műsora volt. Hát akkor nyilván csinált mást is közben, de azért inkább maradt az embereknek ideje, mint ahogy minden nap nyomjál le egy, nem tudom én, több órás műsort. Akkor már azért persze, ez nehezebb, igaz, nem? Igen, ez igaz. Mi nem voltunk ennyire túlterheltek. Mint ahogy a klubrádió munkatársaimmal, kétségkívül ez így van. Hát volt a gondolatjel az, hogy a heti egy óra műsor volt, emellett még ugye több műsorban dolgoztunk be, mert az akkori rádióban való létezés, meg az akkori újságíróként való létezés egy kisipari szakmunka volt. Ugye ma tömegtermelés van. Ott akkor csináltál tudósítást, írtál egy jegyzetet, vagy tudom én, egy politikai elemzést, készítettél interjút, egy vitaműsort, esetleg, amikor még fiatal voltál, akkor még ott kimentél az utcára, utcai riportokat csinálni, amikor ilyen montázsok készültek. Tehát rengetegféle műfaj tanultál meg. Ma ez nem így van. A műfajok egy része ki is használzott. Ezt a Farkas Zoli nagyon szépen megírja a könyvében. És hogy mondjam csak, mint ahogy a futószalagnál szakosodtak a munkások a üzemekben, ez így lett valahogy a sajtóban is, tehát mindenki egy részmunkáért felel, és azt tudja a legjobban. Ez egyébként érdekes módon a klubrádióban nincsen így, mert szemben a nagy és magán rádiókkal, mert itt mindent tudni kell szintén. Tehát ettől nekem kicsit otthonosabb és ismerősebb a közeg. Hát meg sokat változott abban a világ, hogy a 80-as évek végétől mondjuk elég sokáig, és a klubrádióban még mindig lehet direkt módon a politikáról beszélni, kérdezni, véleményt mondani. Mondjuk a kádárizmus klasszikus idejében azért más műfajokon keresztül tudta, aki el akarta mondani a véleményét a világról. Én azokban, illetve én a 80-as években, amikor szerintem az is akkor egy liberálisnak számító műhely volt a néhai Magyar Nemzetnél dolgoztam, ott például idősebb kollégáim azt találták, hogy riportokat kell írni, és lehet, hogy a Boros Pisti riportja az egy riportsorozat egy vándorcirkusz sorsáról szól a részeges múlavarnővel és a nem tudom én kicsodával, de hogy az tulajdonképpen Magyarországról szól, mert csak így lehet elmondani. Most viszont nincs ez a trükközés, nem kell okoskodni. Hát Pacekba azt mondhatod, hogy erről ezt gondolsz, az bármit elmondhatsz, és a bárminek az ellenkezőjét is. Hát igen. Már ahol persze. Te sokszor a klubrádiót, ahol ez így van. Egyébként a klubrádióban az a fura dolog, hogy nagyobb a szabadság ma is, mint bármikor volt a Magyar Rádióban, mert minél nagyobb egy szervezet, és ugye az végig csak egy országos rádió volt, és rengeteg érdek keresztesztett egymást. Ott azért mindig meg kellett gondolni, minden nyilvánosságban vannak ilyen gátak. Tehát az, ami a klubrádióban van, hogy tulajdonképpen soha senki nem mondja meg neked, hogy te azért itt van valami, kicsit fogd vissza
a magad, mert vannak olyan érdekek, amik. Ez máshol mindennapos volt azért még a legnagyobb szabadságok idején is, és valószínűleg ez így van a világban mindenhol. Hát igen. Úgyhogy, igen. Hát biztos, hogy most már más is a tétje, mert régen mondtál valamit a magyar televízióban mindenképpen, de a rádióban is, akkor azt nagyjából a fél ország hallotta. Mert nem volt más, tehát nagyobb volt a tétje. Te bírod a kritikát. Vagy éppen félre hallotta, hogy az volt a mondás, akkor nem tudom, emlékszel-e rá, hogy Magyarországon hallásszabadság van. Tehát, hogy a hallgató az ilyen jótékonyan félrehallotta, amit mondtál, és ez lehetőséget adott arra, hogy úgy fogalmaz, hogy félreérthessem, már úgy érzem, hogy meghallja azt, amit igazából mondani. Igen, és ha a felsőbbség le akar tolni, akkor azt lehetett mondani, hogy bocsánat, félre tetszik érteni, én nem azt mondtam. Abszolút, persze, nem is volt ilyen szándékom. Te bírod a kritikát? Hát, igen. Igen, egyébként ez a másik, ami akkor ott megvolt, és ami nekem később nagyon hiányzott, hogy a műsorok után úgy megbeszéltük, hogy mi van benne. Erre ma nincs idő. Tehát nincs idő arra, hogy kiértékeljük, hogy ki mit csinált, az jó kérdés volt, az rossz kérdés volt, azt mondom, hogy nem kellett volna behívni, stb. Ezt én később próbáltam itt a rádióban is, de olyan furcsán néztek rám, és ilyen okoskodásnak vették, úgyhogy abba hagytam. De ott akkor ez a kritika nyílt volt és természetes, és persze mindenki mindig megsértődött. Aha. Hát akkor én most próbálok nem sértő lenni, hogy én baromira imádtam a rendszerváltó sorozatodat, tehát azt annyira, először is eleinte irigyeltem tőled, hogy ez miért nem nekem jutott eszembe. És akkor elkezdtem hallgatni a sorozatodat, és arra jutottam, hogy mindenki jobban járt, hogy ezt te csinálod, és nem én. Azt miért hagytad abba? Az annyira ütős volt, és jó, és most sorba hallgatom őket vissza a YouTube-on, hát az nagyon ott volt. Hát én úgy éreztem, hogy kezd kifutni. Sőt, a szerkesztővel együtt úgy éreztük, hogy kezd kifutni. És hát nem tudom, nem voltak akkor olyan direkt visszajelzések, hogy még mindig annyira jó. Aztán később, amikor abba hagytuk, akkor nagyon sokan mondták azt, hogy hát még lehetett volna folytatni. Úgy éreztük, hogy elfogynak az emberek, akikkel lehet beszélgetni. Lehet, hogy nem volt igazunk, de ugye több mint egy évig futott ez a dolog. Azt hiszem 72 dolog. Rész van, most néztem. Jézus Mária. Bizony. Hát igen, és ebből lett egy ilyen nagyon karcsú kis kötet, sajnos karcsú, mert a kiadó ragaszkodott hozzá, hogy ilyen, hogy mondjam, csak villamosan is olvasható könyv legyen belőle. Aztán később meg azt mondták, hogy de hát lehet, hogy majd lesz egy második kiadás. Hát mondom, miért nem akkor gondolkozhatok ezen, amikor az elsőt csináltuk, hogy az legyen vastagabb. Szóval igen. Hát a könyvből is sokan hiányoznak sajnos. Amikor, és nem csak a mostra gondolok, hanem azokra a klasszikus magyar rádiós időkre, amikor Györfi Miklóssal együtt műsort csináltatok, ti bíztatok abban, hogy azok a... De akár ezt most is kérdez, jelen időben is kérdezhetem, hogy hiszel-e benne, hogy megy-e a könyvek által a világ elébb, tehát hogy hathatunk valamiképpen, vagy dolgunk-e, hogy hassunk valahogy a világra, a mi elképzelésünk szerint jobbincsunk rajta, vagy hát mi mondjuk el, amit tudunk, vagy segítsünk abban, hogy mások elmondják, aztán majd lesz a világban, ahogy lesz. Hát én nagyon pesszimista vagyok, de ezt a pesszimizmust azzal próbálom oldani, hogy mindig más a világ, és mondjuk, te is emlékszel rá, hogy a 80-as évek végén egy nagyon erősen hatottunk a társadalomra, mert fölbojdult az életük, és megpróbáltak kapaszkodott találni valami értelmet, hogy mi a fene folyik itt egyáltalán, és mondjuk a Magyar Rádió a legmegbecsültebb intézménye számított az országban, tehát hitelesség szempontjából az első helyen volt. És akkor biztos, hogy hatottunk. És már biztos, hogy nem hatott. Mert ez egy olyan világ, amiben mindenkiben van zárkózva, ugye a saját buborékjában, hogy mondani szokták, és érvek, viták nem nagyon számítanak. Azért érdekes, amit mondasz, mert a Farkas Zoli könyvét, amely a Magyar Rádióról is szól, most jelent meg nem olyan nagyon rég, már idéztem, és ő azt mondja, hogy azért lehettetek olyanok, akik őszintén és egyre őszintében beszélhettetek a Magyar Rádióban kritikusan és az akkori hatalommal szemben, mert nagyon sok olyan kollégátok volt, aki, hát ő a Zoli finomabb lélek, mint én, de hát csontig az akkori hatalomnak, és rendesen túlteljesített, ha kellett, és vad propaganda szövegeket mondott, de
ezért is inkább elnézték mondjuk nektek, hogy mondjátok, amit mondtok. És most már mégis úgy emlékszünk, hogy a Magyar Rádió milyen reformista volt, mert ez maradt meg, tehát a pozitív része maradt meg, és az, hogy ott milyen figurák voltak, azt tényleg már csak ti tudjátok, hogy a pagodában kit kerültél el esetleg, vagy kivel nem voltál hajlandó egy asztalhoz leülni, ebédelni, de nekünk hallgatott. Ez igaz, rengeteg retrográf figura volt. Én meglepődtem egyszer, amikor hajnalban mentem dolgozni, és így kiárat vagy 40 munkásőr, mert mentek őszi gyakorlatra, és ezek mind ilyen ismert hírszerkesztők voltak, meg rádiósok. Később egyébként nagyon sok ilyen megveszekedett jobboldali kerületi közülük, és mikor mondtam, hogy de hát elvtársam, hát az a kék egyenruha, azt mondta, te rosszul emlékszel. Hát mondom, oké. Rendben van. Szóval ez így van, de azért ne felejtsük el, hogy a legfontosabb műsorokat, azokat a ez a liberális közeg uralta tulajdonképpen. Gondolod meg, hogy a 168 órát, amit egy volt hávós alapított Tipper Pál, az volt a legszabadabb műsor, és ott a Mester Ákos volt, a Bolgár Gyuri volt, szóval azok az emberek, akik később is meghatároztak is liberális irányban a rádiót, az más kérdés, hogy megpróbáltam ezt a belehallgatni egy 70-es évekbeli 168 órába, és hallgathatatlan volt. Tehát az a szabad hang, az akkor volt érezhető belőle, később a mérhetetlen unalom áradt. Én ugyanígy jártam a Magyar Nemzettel, hogy az volt az önképünk, meg az idősebb kollégáim is mindig mondták, hogy hát én már csak hogy a 80-as évek második felétől vettem részben, de hogy itt micsoda szabadság volt, és mi mindent meg lehetett, milyen relatív szabadság volt, talán ők is így mondták. És akkor elmentem az országgyűlési könyvtárba, kivettem az újságokat, és néztem, hogy hol az a nagy szabadság benne, ami benne volt akkor olvasóinak, de 10-15 évvel később ebből már semmit nem lehet érteni, de hát mindig a saját korunkat kell, főleg az újságírásban megnyerni, nem? Mit számít a jövő? Igen, volt egy ilyen valami, hogy az akkori miniszterelnök, Foki Jenő, ő a reformminiszterelnök, az adott interjút a 168 órának, és mondott egy mondatot, hogy nem rossz ez a műsor. Hát ebből fél órát kerekítettek, hogy így végjék, hogy lám, fokáftás is azt mondta, hogy jó a műsor, és akkor azt jelenti, hogy szabad nekünk azt mondani, amit mondunk, és hogy tulajdonképpen milyen fontosak vagyunk. És valami olyan szánalmas volt az egész, de közben értettem is, hogy miért csinálják. Tudod? Hogy így hogy fedezték magukat egyetlen egy kis suta mondatocskával, mert ebből kiderült, hogy mennyien támadták, és hányan akarták felszámolni ezt a nagyon halványan liberális, de mégiscsak egy ilyen gondolkodni próbáló műsor. Volt, ugye az már inkább a 90-es évek, amikor volt egy szabadabb, vagy szabad műsor, liberális műsor a 168 óra, és akkor vasárnap volt egy hát egy meglehetősen csurkista műsor, nem is tudom, hogy annak a szerkesztő, egyik szerkesztője nem volt-e az a hajnalban csukakék ruhában kiáramló emberek között, akit mondtál, és akkor erre azt mondta az egyik bölcs kollégám, hogy hát ez körülbelül olyan, mint hogyha valaki normális langyos vízbe akar fürdeni, előtte leöntjük forró vízzel, utána jéghideg vízzel, hát azért az mégsem egy langyos vízben fürdés. Hát igen, Győri Béla volt ennek a kitalálója, és mi szüli a világnézeteket? Ő korábban rettentően nagy pártag volt, és ha valamit, főnököm is volt egy darabig, és ha valamit úgy írtam, ami neki nem tetszett, akkor azt üvöltötte, hogy megvédem tőled a pártomat. És gyakorta fölhívta a politikai bizottság egyik tagját, ő ilyen mezőgazdasági vonalon mozgott, és akkor informált, hogy mi van a rádióban, megmondták neki, hogy körülbelül miről kéne Bélán beszélni. És akkor ő várt egy kinevezést, és Árs István elnök nem nevezte ki annak, hanem nem nevezte ki, akkor megsértődött, megalapította a vasárnapi újságot, ez az ő érdeme volt, ami egy idő után elkezdett elég szélsőségesen jobboldali lenni. Szóval Bélám az egyik alattvalói létből átment a másik alattvalói létbe, hogy valaki megfogalmazta róla, mindig kell neki egy főnök. És ezt a főnököt a párt után, amelyik ugye cserbe hagyta, a csurkában találta meg. Van ilyen típus. Tehát nem arról volt szó, hogy a kommunista volt korábban, vagy nem volt kommunista, hanem mindig kellett neki egy énke, aki ott ül a fejében. Bizonyos szempontból ez egy szép allegória, vagy nem szép allegória egész Magyarország történetére. Köszönöm szépen, Sándor. Én köszönöm.
elmondtad, és látod, akkor legalább 95 évente egyszer tudunk egy jót beszélgetni, ha már úgyis ezt hiányoltad. De én személyesen is. Személyesen is nagy örömmel bármikor. Köszönöm szépen. Szénási Sándor kollégámat hallották, előtte Bolgár Györggyel beszélgettünk, és az apropót az adta, hogy ma 95 éves a magyar rádiózás, hiszen 95 évvel ezelőtt szólalt meg rendszeres adással az az eszköz, a rádió Magyarországon, amelyen most is beszélünk, és hogy a Klubrádió szülinapjáról is szót ejtsünk, lehet gyűjteni az ajándékötleteket, mert szeretjük a nagy, szép, drága, csillogó, mit mondjak még, milyen ajándékokat december 10-én lesz a Klubrádió 19. születésnapja, tehát már saját erőből vásárolhatunk alkoholt is, amennyiben egy rádió vásárol magának alkoholt. Köszönöm szépen a figyelmüket, remélem még sokszor találkozunk. A mai műsor elkészítésében munkatársaim voltak Józsa Péter, Ricsovics Kinga, Jávor Dénes, ma reggel itt a stúdióban Herskovics Eszter és a mindig kitűnő szerkesztő Bálint Judit, Nési Jánost hallották. A viszonthallásra!